estét kívánok! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét. Nagykunsági Krónika című közéleti magazin műsorunkat látják. Tekintsék meg mai műsorajánlónkat! Kedves nézőink, aktuális kérdések című heti magazin műsorunk mai vendége Benéné Kecskeméti Anikó, aki a Csokonai úti tagovoda vezetője, és az idén elnyerték az év óvodája díjat, illetve Benéné Kecskeméti Anikó pedig megkapta az év óvonője díjat. Vele készített interjúnkat láthatják. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Benéné Kecskeméti Anikó, a Csokonai úti óvoda vezetője, akit szeretettel köszöntök stúdiumban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Én is szeretettel köszöntöm a Karcag Televízió nézőit és munkatársait. Azért hívtuk ma meg egy stúdió interjúra, mert ugye itt van két díj is az asztalunkon, a közelmúltban rangos elismeréseket vehetett át, mind az óvoda nevében, mind a maga nevében, és hogyha jól tudom, akkor még volt egy elismerés az óvodát érintően. Az év óvodája díját nyerték meg, illetve az év óvoda pedagógusa díját ön személyesen megkapta, és egy Dajka néni is érintett volt. Meséljen nekünk az előzményekről, hogyan zajlik a kiválasztás, hogyan van ennek a, hogyan történik ennek a menete, hogy lesz valaki az év óvodapedagógusa, illetve az év óvodáját, hogy választják meg? Intézményünknek van egy szabályzata, és ebben a szabályzatban minden kolléganő, minden közalkalmazott szavazhat titkosan. És ennek a titkos szavazásnak az eredménye, egy héttagú bizottság megkapja ezt az óvodákban leadott szavazatokat, és ők döntik el, ők bírálják el, hogy melyik óvoda pedagógusok és óvodai pedagógiai munkát segítő munkatárs kaphatja meg ezt a díjat. Három óvoda pedagógus lehet a jelölésben, kettő pedagógiai munkát segítő munkatárs és egy óvoda. És nagy örömünkre szolgált, és nagyon büszke vagyok kolléganőimre és munkatársaimra, hogy az év óvodája díjat a mi közösségünk kapta ebben az évben. Nagyon boldog voltam, hogy a mi közösségünk is, és több óvoda közössége elismeréséül én magam is az év óvoda pedagógusa díjat megkaphattam, és még nagyobb öröm volt, hogy még az én munkámat segítő, mi munkánkat segítő Taduska néni, Lajtosné Margitka is megkapta e díjat. Köszönettel tartozom mindazoknak az óvodáknak, óvoda pedagógusoknak, vezetőimnek, akik ezt a díjat úgy ítélték meg, hogy ezt a mi óvodánk, a mi közösségünk, és mi személyesen megkaphattuk. Köszönet. Mikor volt ennek a díjátadása, hogyan zajlott? A Dériné Kulturális Központban volt a díjátadó, pedagógus napi köszöntő alkalmából, és ez egy hatalmas nagy rendezvény volt. Két részből állt a rendezvény, az első részben a pedagógusokat köszöntötte Nagyné Varga Csilla egy nagyon szép kis ünnepi műsorral, és még mindig a fülembe cseng Kovács Sándor, a megyei közgyűlés elnöke kisfiának a gyönyörű csengő hangja és dala, és nagyon szép versekkel és szép kis köszöntő műsorral emlékeztek meg a pedagógus napról. A gyerekek után a nyugdíjas köszöntő volt, hisz nyugdíjba vonult egy kolléganőnk, a Táncsics 19-es óvodából. Mit jelent önnek ez az elismerés, hogy az év óvoda pedagógusa lehetett? És a kérdésem második része pedig az, hogy
mi az a plusz, amitől egy óvoda az év óvodája lesz? Nagy elismerés volt számomra, hogy ezen a pályán már 39 éve dolgozom, és sok-sok pályázatnak voltam részese, sok-sok néptáncgálát szerveztem a gyerekek egyéni fejlesztésére és a saját fejlődésemre mindig nagy figyelmet fordítottam, és ez most, hogy nem csak az én díjam, hanem a közösségünk díja is, ez mindannyiunk számára nagyon felemelő érzés volt. És az, hogy az év óvodája díjat is megkaphattuk, volt egy tavaszi kongresszus, az óvodánk, az óvodai nev és a művészetek eszközeivel program szerint dolgozunk, és az esztétikai tanácskozás, kétnapos rendezvény, ez egy hatalmas nagy szakmai nap, nálunk volt április 7-én került megrendezése. Először a Délini Kulturális Központban volt a szakmai rész, ahol dr. Deme Tamás és Béhajas Ágnes előadása után a délutáni program a jó gyakorlatok bemutatása volt, itt is volt nagyon-nagyon sok előadó, 250 ember érkezett városunkba az ország minden részéről. Hát intézményvezetőn fogta össze Gulyás Ferencné Jolika ezt a hatalmas nagy rendezvényt, nagyon-nagyon sok embert megmozgató munka volt ez, de sikeresen megvalósult, és tényleg nagyon nagy köszönettel újságcikkben is olvastam, hogy mennyire elégedettek voltak a karcagi fogadtatással. Hozzánk is ellátogattak minden művészeti óvodába. Itt elmondom, hogy Karcagon 3 művészeti óvoda van, a Jókai úti óvoda, a Táncsics 19-es óvoda és a Csokonai úti óvoda. Mi óvodánkban délutáni program volt, 5 órakor érkeztek a vendégeink, busszal, gyalogosan, ki hogy kísérettel, kocsikkal, rengetegen érkeztek, legalább 80 és 100 fő közt érkeztek óvodánkba, és itt nagyon sok szeretettel vártuk őket, a vendégeinket, erre nagyon rákészültünk, nagyon széppé varázsoltuk óvodánkat, igazi művészeti óvoda volt, és ezt a program író és a program szakértő is kifejtette, hogy az óvodaképünk csodálatossá vált, és ezt köszönöm mindenkinek, minden dolgozónak, aki részt vett ebben a munkába, mert azért erre nagyon sok nagy gondot fordítottunk, sok időt töltöttünk az óvodába, szakmai eszmecserék, beszélgetések folytak, hogy tényleg az óvodánk igazi művészeti óvodává váljon, és hogy az ide látogatók is mindannyian láthassák azt, hogy tényleg mi a művészeti program sajátosságait ismerjük és alkalmazzuk. És hányan dolgoznak a Csokonai úti tagóvodában? Milyen az önök kis közössége? Mennyire összetartó? Nagyon összetartó kis közösség. 17-en dolgozunk. Ebből 8 óvodapedagógus, 4 Dajka néni, közcélú foglalkoztatottunk is van 3, és fűtőkarbantartó. És hát erre a munkára mindannyian nagyon-nagyon segítőkészek voltak. Tényleg akár az udvarrendezés, akár a benti terek kialakítása. Volt, hogy reggeltől estig benn voltak a kolléganők is, mi is, és tettük a dolgunkat, és hát nagyon boldogok voltunk, amikor ellátogattak intézményvezetőm, és a programírója Nagy Jenőné Incike, és a programszakértő Padosné Kiszela Edit, akik utána mindannyian véleményt formáltak. Volt egy galérianyitó ünnepségünk is, amire Györfi Sándor szobrászművészt hívtuk meg, aki nagyon szépen munkásságát, munkáit elhozta, és nagy-nagy művészeti élményben részesültek azok az ide látogató
kolléganők, akik nem ismerték még Karcagvárost. És mivel, hogy Györfi Sándor egy nagyon elismert karcagi helyi születésű ember, így ő nagyon sok mindent tudott mondani az ő munkásságáról, és nagyon boldogok voltunk, mert ezt is kiemelték, hogy a helyi alkotóművészeket így mi meg szoktuk hívni óvodánkba. Ha jól tudom, akkor most egy pályázaton dolgoznak. Mi is ez egészen pontosan? Nemzeti Kulturális Örökségünk pályázat, ami záró alkalma már megvalósult, a Pásztortűz, a Szélmalmi Fogadóház udvarán. Hárman dolgoztunk egy pályázatban, Tóth Jánosné, Margó, akkor Andi, Nagy Andi, és jó magam, három programmal dolgozó óvodapedagógusok vagyunk, és mégis nagyon jól együtt tudtunk dolgozni, együtt működtünk e pályázat sikeres megvalósítása kapcsán. Együtt voltunk kirándulni, egy hatalmas, nagyon szép kirándulásunk volt a Hortobágyon, ahol megtekintettük a Pásztor Múzeumot, a Hortobágyi látogatóközpontot, és nagyon nagy élmény volt gyerekeknek és szülőknek is, és nagyon sok ismerethez jutottak ezáltal is a gyermekeink, és hát a többi program is nagyon-nagyon széleskörű, és nagyon-nagyon hagyományok ápolására, a gyerekek ismereteinek bővítésére, szókincsének bővítésére nagy gondot fordítottunk mindannyian. Ezen kívül a mozgásanyag, ugye a néptánc sem maradhatott el, és minden alkalomkor szülőket is bevontuk el munkába. Önnek szívügye ugye a néptánc, azt tudjuk. Mi az, amivel még szívesen foglalkozik, vagy esetleg abba az irányba még egy picit elmozdulna, vagy egy másik irányt így még keresne az óvodában? Művészeti programunk sajátosságait nagyon szeretem figyelemmel kísérni. Tehát ezek a galériaavató ünnepségek, amikor helyi alkotó művészeket szoktunk meghívni. Volt már nálunk Gyukodi László és Neje, Pincésné Sós Gyöngyi, Fejesné Gabika, tehát a helyi alkotóművészeket, népi iparművészeket szoktuk meghívni. Ha van szülő, például Pap Tibor, aki korongozott az óvodánk udvarán ősszel, tehát én szeretem a hagyományokat, meg ezeket az ismereteket a gyermekeink számára maradandó élményé tenni. Ezen kívül a zeneiskolával a kapcsolatot ápolom, és a zeneiskolából a gyerekeket rendszeresen meghívjuk, évszaki koncerteket ősszel, télen, tavasszal a gyerekek és az őket tanító tanárok is megjelennek ez alkalmainkon, és ezekre az alkalmakra is természetesen a szülőket is meghívjuk, és mindenki számára maradandó szép emlékek, élmények maradnak ezek a koncertek. Most itt van ugye a nyár, egy pici szünet, lélegzetvétel azért lehetséges mindenki számára, mivel foglalatoskodik ilyenkor? Ilyenkor, hát még dolgozom, Páncsis 19-es óvodában még egy kicsit dolgozom ezen a héten, utána unokáim vannak, és velük töltöm a nyári szabadságot. Mami óvi, igen. Ők azt mondják, hogy ötcsillagos a mama szálló, úgy a mama hotel. Nagyon szeretnek nálam játszani, közös programokat készítünk velük. És ez is, ezen kívül, hát fogok egy kicsit a szakmával is foglalkozni, mert olvastam a Kincses Kultúr Óvoda pályázatot, és én úgy gondolom, hogy mi sokat tettünk ez ügy érdekében, és én szeretném, ha ezt a pályázatot a nevelőközösségünkkel együtt közösen határidőre elkészítenénk, és hát ha sikerülne célunkat elérni. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Még egyszer gratulálunk mind a három elismeréshez, ami a Csokonai úti tagovodát érinti, és kellemes nyarat kívánunk Önnek, és ez egy picit kapcsolódjon ki, nem csak mindig dolgozni kell. Köszönöm, hogy itt volt.
Nagyon szépen köszönöm, és így lesz. Kedves nézőink, már megköszönöm figyelmüket. Kedves nézőink, most az elmúlt napok fontosabb városi eseményeit összefoglaló karcagi híreink következnek, kérem tartsanak velünk. Hát, ősidők óta a magyar parasztember az így dörzsöli ki a szemet a kalázból. Látható egyébként, hogy sok szem van benne, de azért, hogyha több esőt kap, akkor nagyobbak szoktak lenni a szemek. Országszerte így Karcag határában is megkezdődött az aratás. A Karcagi Kutatóintézet igazgatója szerint közepes termés várható. Ezen a területen, amely egy viszonylag a termőhelyi viszonyok között jobb termőhelyének számít, egy 5 tonnás termés átlagot, hogyha el tudunk érni, akkor azt mondom, hogy elégedettek lehetünk, tekintve a kedvezőtlen talaj, illetve időjárási feltételeket. Bizony az őszi kalászosok, így a búza, ez a búzafajta is, a Karcagi Kutatóintézet által nemesített bendegúz nevezetű fajta, azért megszenvedte a kemény hómentes telet, illetve hatalmas csapadékhiányt, ami tavasszal jellemző volt. Meggyőződésem, hogy legalább 200 mm csapadék hiányzik a talajból. A kedvezőtlen időjárási viszonyok ellenére az ország kenyér, gabona és takarmány szükséglete biztosított, emellett exportra, valamint vetőmagnak is jut elég búza. Javában tartanak az arátási munkálatok, és elmondható az, hogy átlagos vagy annál valamivel jobb mennyiségileg és minőségileg az ország ellátását lehetővé tevő búza áll rendelkezésre, és már mintegy 50 ezer hektáron végeztünk is a munkák, a nyilván a dandárja még hátra van. Az előrejelzések szerint az idei búzatermés országosan hektáron mintegy 5,4 tonna, amely zsákokba töltve körbejönni a földet. Köszöntöm nézőinket, a Györfi István Nagykomúzeumban vagyunk, és egy kazak stábbal és egy kazak delegációval találkoztunk. Mi a célja a mai látogatásnak? Erről kérdezzük a delegáció vezetőjét. Hát az expedíciónk, 5 tagú expedíciónk most érkezett Magyarországra. Ez egy nagy expedíciónk, amely Európa és Ázsiai országban voltunk, ez Polsa, Lengyelország, Magyarország, talán Lett, Ukrajnába, Moldáviába, Fehéroroszországba, Grúziába, Arméniába voltunk, Azerbajdzsánba is voltunk, Oroszországba, az Oroszországi, az kaukázusi országokban voltunk, és most Magyarországon vagyunk. És akkor most a kazak és a magyar kapcsolatokról forgatnak filmet? Az expedíciónknak, a küldetésünknek a fő célunk, hogy amúgy ez expedíció elnevezése az, hogy az ösök nyomán úgy neveztünk az expedíciót, és azért jöttünk Magyarországra, hogy megvizsgálhassunk, megnézhessünk a itteni 12.-13. században érkezett, vagyis települt kipcsákokat, tanulmazhassunk, akkor érkezett a kipcsákokat, és most annak a kipcsákok leszármazottja. A múzeumban igazgató úr kalauzolja a delegációt. Györfi Sándor szobrászművésszel is fognak találkozni, hiszen pont egy kombaba mellett állunk itt a múzeumban. Hát Györfi Sándor művész úrral még nem volt most találkozott, hát nem volt olyan részletes beszélgetésünk, de a múzeum látogatás után mindenképpen részletesebben leülünk és megbeszélgetünk. Viszont szeretem volna kifejezni, hogy az expedíciónak az egyik fő célja is, hogy még egyszer szeretnénk említeni, hogy az elnökünk, Nurszultán Nazarbájev idején hirdette ki egy nagy programot, a szellemi felújítás. Ez azt jelenti, hogy a mai fiatalok, a kazak fiatalok nem ismernek a múltjunkat,
a kipcsek kapcsolatokat, és mi azért is itt vagyunk Magyarországon, hogy megtanulmányozhassunk a kipcsákokat, azt, amit ők tudtak, amit ők tudtak hozzájárulni a Magyarország történelembe, hogy amit ők tudtak hozzájárulni, hogy amit tehát, hogy a két népnek a kapcsolata. Igen, és ezt mi is szeretnénk tanulmányozni. A mi delegációnk után is jöhetnek más delegációk, mert amit mi most itt továbbadjuk, azt a hírt, amit itt forgattunk, azt nagyon nagy érdeklődés kelti fel a kazahok között aztánban. Akkor azt kívánom, hogy legyen sikeres ez a mai nap, és akkor találkozunk még többször. Nagyon köszönöm szépen a kívánságot. Szeretnék még egyszer említeni, hogy Gyöfi Sándor, ami itt ennyi, az ő szobrát itt láthatunk. Ilyen szobrok nagyon Kazasztánban is nagyon sok ilyen szobrok vannak. Az a elnevezésük, hogy Balbal kő, és ez azt jelenti, hogy a kazasztáni kipcsákok, a magyarországi kipcsákok, hogy mennyire közel voltak egymáshoz ilyen művészek réven, ezt meg tudjuk bizonyítani, vagyis már van bizonyítva. És szeretnék még egyszer azt mondani, hogy Kazahsztán és Magyarország között nagyon jó gazdasági kapcsolatot ápolunk most nemrég júniusban. Június elején megnyitottunk közvetlen járatot, ami még közelebb tesznek egymáshoz a népeket. Köszönjük szépen! Köszöntöm nézőinket, Csillag Marmással beszélgettünk, hiszen az előzőekben zajlott a holokauszt megemlékezés itt a zsinagógában. Azt gondolom, hogy egyre jobban megismerik Karcagon is az emberek az önök tevékenységét, és most nagyon sokan eljöttek, ez mindennek köszönhető. Tiszteltel köszöntöm én is a nézőket. Igen, nagyon sokan voltak a zsinagógában. A hitközségünk vezetősége egy pár évvel ezelőtt egy nyitást hirdetett meg. Nyitunk a város lakossága felé, nyitunk az érdeklődők felé, mindenkit szeretettel látunk az épületeinkben, szeretettel látjuk a rendezvényeinken, és az idén rendhagyó módon egy nyilvános meghívóval, egy újsághirdetéssel hívtuk erre a rendezvényre az érdeklődőket, és ennek megfelelően hála Istennek és a szervezésnek sokan voltak. És hát azért mi évek óta járunk, tehát azt is látjuk, hogy a túlélők is egyre csökkennek sajnos, akik még tavaly itt voltak, azok közül én már láttam, hogy aki most valamilyen oknál fogva nem tudott eljönni, lehet, hogy csak éppen beteg, de az is lehet, hogy már nem élte meg ezt a mai napot, de nagyon fontos, hogy fiatalokat is láttam. Igen, sikerül megszólítani, remélhetőleg sikerül megszólítani minél nagyobb számban fiatalokat is, és sajnos a természetes elhalálozások útján a túlélők is sajnos egyre fogynak. De azért a kis csapat az összetart még, tehát lehet látni most is, hogy vége lett, hogy egymásba karoltak, segítették egymást, az idő segít az idősebbnek, tehát náluk még azért abban a korosztályban még megvan az összetartás. Igen, ezt nagyon jól látta, az idő segít az idősnek, és ami még jobb látni, az unoka kíséri a nagymamát. Ennél szebb nincs. Igen, és hát a nézőink azért már látni fogják a képeken azokat a megható pillanatokat, amikor meggyújtották a gyertyát, tehát az is tényleg, amit ön is mondott, hogy oda kísérte a nagyit, de azért távol maradt, hiszen ez mégsem róla szólt, hanem a mamáról. Igen, nagyon fontos, hogy adjuk át az utódoknak, adjuk át a következő generációnak a tudást, a múltat, az emlékeket. Nincs ennél jobb hely, mint egy zsinagóga, nincs ennél jobb hely, mint egy megemlékezés. Elhozta a nagymama az unokát, elmondja neki, mi történt, hogy történt, segít az unoka neki, és valóban én is láttam, egy lépéssel hátralép, megvárja, hogy a nagyi meggyújtsa, és tovább kíséri. Nagyon szép, igen. Igen, és most tulajdonképpen majd a kedden alig tudunk megszólalni, mert annyira meghatóak voltak ezek a pillanatok, de én azt kívánom, hogy még sok hasonló megemlékezés legyen itt a zsinagógában. Köszönöm szépen, én pedig azt kívánom, hogy
élettel teljenek meg ezek a falak, jöjjenek, lássanak bennünket, szeretettel várunk minden érdeklődőt, szeretettel várjuk a lakosságot. Július 13-án a város ismereti séták keretében a zsinagóga kapui újra kinyílnak, délután folyamán megismerhetik az érdeklődők az épületet, érdekes történelmi tényekről lehet kérdezni nyíltan, mindenkit szeretettel várunk, a belépés ingyenes. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Köszöntöm nézőinket, a Zöldfa út óvodában vagyunk, ahol egy nagyon érdekes kísérlet kezdődik hamarosan, hiszen tábor van az óvodában. Erről beszélgetünk Andrássy Tibornéval, a Madarászim Egyesített Óvoda intézményvezető helyettesével. Most egy picit bementek a kísérlethez a diákok, hiszen föltámadt a szél, de kik lesznek ma itt vendégként az óvisok között? A Kovács Mihály Tagiskola, Kovács Mihály Tehetségpont fizikakörös gyerekei jönnek számunkra bemutatót tartani. Érdekes kísérleteket végeznek a vízzel, elektromos árammal. Tehát olyan dolgokat mutattak meg kis óvodásainak, ami számukra nagyon érdekes, újszerű, hiszen ez egy környezeti tábor, ahol a gyerekek ismerkednek a különböző kísérletekkel, kerékpártúrázunk, a természettel ismerkedünk, és ez kifejezetten egy kiegészítő program számukra. Úgy tudom, hogy emellett párhuzamosan még másik két tábor is van. Igen, ettől az évtől indítottuk el az intézményben a kézműves tábort, illetve a zenei tábort. Ők hol vannak? A Táncsics körül 17-es számú óvodában és a Jókai úti óvodában van a székhelyük. Azt gondolom, hogy ilyenkor a kicsik felszabadultabbak és nagyon odafigyelnek, de azért a óvónénik igyekeznek ilyenkor is lekötni őket. Én úgy gondolom, hogy ez a tábor a tehetségigéretes gyerekek számára szerveződik, és próbálunk számukra olyan programot biztosítani, ami újszerű, nem mindennapi, a hétköznapoktól eltér. Tehát én úgy gondolom, hogy arra készülünk, hogy élménygazdag, élménydús legyen számukra. Az időjárás pedig adott ehhez. Mi jó táborozást kívánunk mind a három csoportnak. Nagyon szépen köszönjük. Köszöntöm nézőinket, a Táncsics óvodában vagyunk, és Nagy Tibornéval beszélgetünk, hiszen mögöttünk a gyerekek kint is, bent is tevékenykednek. Milyen tábor van itt? Kézműves alkotótábor. Mit kell tudni a táborról? A kézműves alkotótábor az intézményünk tehetség, kézműves tehetségműhelyébe járó nagycsoportos gyermekek részére szerveződik, illetve azok a gyermekek is részt vehetnek, akik ezt a tevékenységet nagyon szeretik. Itt látjuk, hogy festenek, gyurmáznak mindent, tehát hasonló dolgokat csinálnak, mint évközben, vagy azért egy kis meglepetés is van ilyenkor? Természetesen igyekszünk újszerű dolgokat kínálni a gyermekek elé. Három területre tagolódnak a tevékenységeink. Az újrahasznosítás jegyében alkotunk, a modern és a hagyományos népi technikákat gyakorolhatják a gyermekek. És mi minden készül itt, hiszen akkor ez azt is jelzi, hogy újságpapírt is látok itt, tehát már látok kész szobrokat, mi mindennel dolgoznak. A vasalható gyöngyön át, a hagyományos festék, temperafestékkel alkotás, akvarell, olajpasztel felhasználása, kasírozunk, szövünk, mobil tárgyakat készítünk, tojástartóból háromdimenziós képet, tehát sorolhatnám hosszan, nagyon-nagyon sokféle érdekes tevékenységgel készültünk. De akkor ez a gyerekek fantáziát is megmozgatja? Természetesen, és ezen túl táborunk szerves része a gazdagító, illetve lazító programok szervezése. Ellátogattunk már a Györffy István Nagykon Múzeumba, és ott a múzeumpedagógiai értékeket kihasználva, élve vele, szintén kézműveskedtek a gyermekek, amellett, hogy megismerhették a helyi népi értékeinket. És hát gondolom, hogy a lovas kocsikázás sem maradt ki. Természetesen a tegnapi napon valósult meg, a Kunlovadába látogattunk el, megtekintették a gyermekek az őshonos állatokat, majd ezt követően a szabadban mindenki azt varázsolhatta a rajzlapjára, ami a leginkább megérintette. És a tábor záró mivel zárul? Ebben az évben a szülőket szeretnénk meginvitálni egy kis kézműveskedésre, egy kis közös játékra. És a tábor nyitó rendezvényünk keretében Karcegi Nagy Zoli és Andika egy csodálatos zenés gyermekműsorral kedveskedett, támogatott bennünket vele. Ma délután folyamán Tyukori Laci bácsit, Faszobrászt és Nejét Marikát várjuk. És a mai délután a népi kismesterségek keretében fog zajlani.
Akkor azt gondolom, hogy sok gyűrű, meg sok-sok nyaklánc karkötő fog ma itt készülni. Igen, igen, nagyon-nagyon kedves a gyermekek számára, és Marika néni, Laci bácsi személyisége elvarázsolja a gyermekeket, és nagyon nagy szeretettel érdeklődve veszik körül őket a gyermekek. Ahogy hallgatom, az jutott eszembe, hogy az a kisgyermek, akinek csak ennyi nyaralása van, hiszen valami miatt nem tudnak elmenni, az is feltöltődve jöhet majd vissza szeptemberbe, hiszen sok élménnyel gazdagodott. Természetesen a táborunk célja, hogy a gyermekeknek egy olyan tartalmas és hasznos időértékes időtöltést kínáljunk, hiszen, ahogy már mondta Erzsike is, bizony nagyon sok kisgyermeknek az egész nyár folyamán ez az egy hét a tábori lehetőség. A nyaralás. Akkor jó munkát kívánunk, és még sok élményt. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Köszöntöm nézőnket, itt vagyunk kint a Szent Annai Középiskolának a pályáján, hiszen hamarosan kezdődik a műfőves pálya átadása. Dobos László polgármester úrral beszélgetünk. Amikor tavasszal itt voltunk, a munkagépek elkezdték, én nem gondoltam, hogy ez ilyen gyorsan elkészül, önök azért gondoltam. Hát bevallom őszintén, én sem gondoltam, bőven határidő előtt készült el ez a pálya, úgyhogy a Strabag remek munkát végzett, reméljük, hogy jót is, ez nyilvánvalóan majd időközben fog kiderülni, így első ránézése, meg első bejárása mindenképpen jó minőségűnek tűnik ez a pálya. Itt az előbb már a csapatok fel is avatták, de hamarosan kezdődik az avató. Kiket hívtak meg, mely csapatok fognak játszani? Hát így előmérkőzésként a gyerekek uralták a pályát a legnagyobb örömömre, de hát mégis illő valamilyen nagyobb, hírnevesebb csapatot is egy ilyen pályaavatásra meghívni, és az újpesti Dózsát hívtuk el, az Utét, tehát a karcagi csapat velük méri össze a tudását a mai napon. Beszéltünk korábban, akkor azt mondta a polgármester úr, hogy ez azért is jó ez a pálya többek között, hogy itt lakók is használhatják majd, hogyha a kinti pálya olyan, hogy nem lehet megtartani a meccset, akkor itt erre is lesz lehetőség, tehát nem fog elmaradni bajnoki mérkőzés. Hát természetesen nagyon sokokból készült el ez a pálya. Elsősorban a labdarúgó szakosztályban dolgozó, edződő, körülbelül 200 fiatalnak ad sportolási lehetőséget, de ugyanígy biztosítva van a mozgás lehetősége a középiskola tanulói számára, és nyilvánvalóan a tömegsport részére is kell helyet biztosítani ezen a területen. Függetlenül az időjárástól, ha természetesen használhatatlan a pálya, akkor már a benti füves pálya, akkor ezen a pályán könnyedén lehet játszani a bajnoki mérkőzéseket. Van hasonló pálya a megyében? Tudomásom szerint nincsen, tudomásom szerint Debrecen van a hasonló ilyen méretű pálya, és ez egy óriási lehetőséget is rejt itt, hiszen itt komoly edzőtáborokat lehet szervezni, bérbe lehet adni különböző mérkőzésekre ezt a pályát, úgyhogy ez nem csak a sportoli vágyókat szolgálja, hanem nyilvánvalóan a üzemeltetőnek, működtetőnek bevételt is fog hozni. Reméljük, hogy akkor sokan használni fogják, és sok évtizedig használja a város is. Hát én nagyon bízom abban, hogy ezt a lehetőséget kihasználja minden sportolni vágyó, hiszen ezért dolgoztunk azon, hogy ez a pálya ide kerüljön. Én nagyon-nagyon örülnék, hogy mindig zsúfolásig megtelne ez a pálya, és annak meg főképpen örülnék, hogyha nagyon tehetséges fiatalok kerülnének ki erről a pályáról, illetve a karcagi szakosztályból. Reméljük, így lesz. Köszönjük szépen. Köszönöm a lehetőséget. Még a meccs előtt beszélgettünk Szendrei Józseffel, aki azért gondolom, hogy most megosztódik a szíve, hogy most Karcag, vagy a másik csapat, tehát milyen érzések kavarognak most önben? Különösebben nem kell gondolkoznom, mert természetesen az első hely az Karcag. Mégis a születési helye, tehát valahol az embernek mindig rendelkezni kell gyökerekkel, és az én gyökereim itt vannak. Természetesen, hogy mint munkahely, meg a profi pályafutásom, meg egyáltalán a labdarúgó pályafutásom, az, hogy én az Újpestben játszottam 6 évet, az is egy kötődés, de az egy egész más kötődés. És hát aztán a 8-as tanárról már több alkalommal beszéltünk, aki elindította önt ezen a szép és igencsak rögös pályán. Nagyon kedves emlékeim vannak, egy igazi sport szerető embert ismertem meg benne, és mindig nagyon jó emlék. Kell emlékezem rá már, hogy ilyen csúnyán fejezzem ki magam, tehát nagyon jó emlékek fűznek hozzá.
Végül is ő állított be a kézilabda kapuban, mert akkor az általános iskolában a kézilabda volt a favorizált sportág. És hát nem is tudom, minek nevezhessem ez, hogy a kapus posztnak az alapjai, a reflexeknek a fejlesztése, meg nagyon sok mindenre megtanított. Mit üzenne most azoknak a fiataloknak, akik itt a pálya láttán kezdenének el focizni? Mi a legfontosabb? A legfontosabb, azt hiszem, ezt mondhatom nyugodtan nagybetűkkel, a cél és az akarat. És felejtsék azt el, hogy honnan indulnak, az legyen a cél, hogy hova lehet eljutni. Viszont ezért nagyon sokat kell dolgozni, még annál is többet, mint amit gondolnak. Tehát sokkal-sokkal többet, de nincsenek elérhetetlen dolgok, csak nagyon sok munka. És ha nagyon sokat dolgozik valaki, akkor valahova biztos, hogy el fog jutni, kinek milyenek a céljai. Van egy olyan mondás, hogy a célom az, hogy a napba jussak, de hogyha csak a holdig jutok, akkor azzal is meg leszek elégedve. És egy nagyon fontos dolog, én azt hiszem, hogy esetleg a pályafutása végén, vagy a pályafutása alatt is egy nagyon fontos és megszívlelendő tanácsot mondhatok nekik, hogy mindig tudjanak a tükörbe nézni. Mindig szembe tudjanak nézni magukkal, hogy én elkövettem mindent. Az, hogy most nem jutottam el hova, az már egy részletkérdés, de ők mindig szembe tudjanak magukkal nézni, hogy ők mindent elkövettek azért, hogy elérjék a céljukat. Reméljük megfogadják, köszönjük szépen! Nagyon szívesen, és minden karcagi sportbarátot üdvözlök! Dr. Fazekas Sándor főnős miniszter úrral beszélgetünk itt a pálya szélén. Polgármester úr elmondta, hogy a megyében nincs hasonló ilyen pálya. Azt gondolom, hogy sokat tett miniszter úr azért, hogy ez itt megvalósulhasson. Az egyik legnagyobb beruházás a megyében a karcagi Szent Annai iskola területén található műfüves pálya. Ez egy nagy focipálya, egész évben használható, és szolgálja az iskolai testnevelést, a karcagi sportegyesületnek az edzését, mérkőzések céljára is alkalmas, és arra számítok, hogy a környékből is nagyon sokan fogják majd kibérelni, sokan fognak majd élni ezzel a lehetőséggel, hiszen jól megközelíthető, könnyen megtalálható, és itt az intézményi háttér infrastruktúra is jelentős segítséget hordoz. A beruházás 158 millió forintos, ebből 27 millió forint Karcagvárosnak az önereje volt, és TAO-ból, a Magyar Labdarúgó Szövetség közreműködésével sikerült megvalósítani ezt a pályát. Hát bízom abban, hogy különösen sok gyermek jön majd ide sportolni, akár a nyári szünidőben is kikapcsolni, és a legkülönbözőbb rendezvényekre alkalmas a pálya, hiszen a megvilágítása is megoldott. Azt gondolom, hogy itt nagyon sok fiatal kezdett el most sportolni, tehát ők biztos, hogy ki fogják használni, de azért az öreg fiúkról se feledkezzünk el, hiszen nagyon népszerű a focitorna az idősebb korosztály részéről is Karcagon. 800 sportoló van a Karcagi Sportegyesületben, a rendezvényeket még többen látogatják, és a futballban kisebb, nagyobb korosztályokban mintegy 185-en vannak, és nagyon sok tényleg az idősebb korosztály, szenior játékosok köré is, akik a intézményekben tartó tornatermeket, iskolaudvarokat ilyenkor nyáron is igénybe veszik, hát a számukra is egy lehetőség, és arra számítom, hogy Kisújszállás, Kunmadaras, a környékbeli kisebb települések, Kenderes, Bucsa, Észak-Békés megye települései fogják majd látogatni ezt a pályát, és hát szeretném, hogy minél több torna is kerüljön majd itt megrendezésre. Én pedig azt kívánom, hogy minél több meccsen itt lehessen miniszter úr, és hiszen tudom, hogy nagy foci drukkel. Hát én szeretem a focit, de sose értettem hozzá, meg sose tudtam különösebben focizni, de egy nagyon kellemes időtöltés, és tényleg én számítok arra, hogy sok szurkoló is lesz majd itt, szeretnénk fejleszteni majd a pályát, lelátóval bővíteni, és hát jó néhány más dolgot is tervezünk itt, azért is, hogy a Szent Anna és Sámuel iskolának a felújítása, megújítása az folytatódjon, hiszen itt látható, hogy új tanúgyi épület készült el, mint egy 10 évvel ezelőtt, épületfelújítások, tanműhelyek felújítása zajlott, ez a sport beruházás is ebbe a sorba tartozik, és gazdagodik általa természetesen Karcagváros és az egész Nagykunság, és ez egy nagyon komoly lehetőség, éljünk ezzel. Köszönjük szépen! Köszönöm! Szepesi Tiborral beszélgetünk, akit most sportemberként kérdezünk, nem önkormányzati képviselőként. Gondolom, hogy nagy öröm ön számára ez a mai nap. Én azt gondolom, hogy valóban minden sportember és minden városban lakó, sportoló, sportot szerető, sporthoz értő, vagy egyáltalán a sporthoz valamilyen
közel bíró, odafigyelő lakosnak nagy öröm ez, amikor egy sportlétesítménnyel gazdagodik a város, egy nem is akármilyen sportlétesítménnyel, hiszen, és nem akarok sem összegeket, sem méreteket mondani, inkább azt mondom, hogy nagyon, de nagyon sok sportolónak, utánpótláskorú versenyzőnek fogja a jövőbeni edzés lehetőségeit biztosítani. Hát azt gondolom, hogy az is fontos, hogy önkormányzati önerő és támogatásból valósulhatott meg ez. Igen, ez egy elég nagy összefogás kellett ahhoz, hogy létrejöjjön, hiszen kellett, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség pályázati lehetősége, kellett a magyar kormány segítsége, hogy kiírja ezt a lehetőséget, ugye gondoljunk a társasági adóból felajánlható forintokra, kellettek azok a segítségek természetesen, akik ezt felajánlották, kellett hozzá az önkormányzat önereje, és hát nagyon-nagyon sok összefogás, akarat, odafigyelés ahhoz, hogy megvalósuljon ez a beruházás. Miniszter úrtól hallottuk, hogy ez itt nem áll meg, hiszen azért vannak még tervek. Nagyon sok ütemben gondolkozunk, ha egy kicsit körbenézünk, akkor láthatjuk, hogy még azért elég nomád körülmények vannak a pályát övező hálón kívül, de hát természetes, hogy majd a következő ütemekben a pályát körülvevő járda, az arra építendő mobil lelátó, de az öltözőnek a megközelíthetősége, tehát sok-sok projekt hiányzik meg, én azt gondolom. Ezeket apró lépésekben meg tudjuk csinálni, a legnagyobbat megléptük, és ugye tudjuk azt a régi kínai bölcsmondást, hogy a hosszú úton mindig az első lépés a legnehezebb, mi már ezt megtettük, tehát én bízom benne, hogy az út végére is fogunk érni. Reméljük így lesz, köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Kedves nézőink, most Háttér című magazin műsorunk külön kiadása következik. Gulyás Zsolt, érseki tanácsos, plébános, Kelep Pál atyával az életútjáról egy interjút készített, most ennek a második részét vetítjük le önöknek. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Karcag Televízió nézőit, és természetesen, akivel most beszélgetünk, Kelep Pál atyát, aki a Pécsi Egyházmegye papja, és akit 1954. június 20-án szenteltek pappá a Pécsi Egyházmegyében, de ő itt Karcagon született, az első 16 évét itt Karcagon töltötte, legalábbis az elemi iskoláit és a gimnáziumnak az első 4 évét. Esténként bementünk az erdészházban, imosakodtunk, és beépített parhelyt volt az oltár, a jezsuita misézett, a mérnök úr minisztrált, én a hívő sereget képviseltem. Nagyon el voltam keseredve. Utána megettük a Hitler szalonnás vacsoránkat, ez a szögletes lekvár, nem volt más. Aztán kikja maga szobájába lefeküdt, olvasgattunk is. És akkor kezembe került egy könyv, annak az olvasása közben esküszöm, Isten élményem volt. Egy felejthetetlen, de hiába mondom el, ezt más nem érti. Volt néhány mondat Jeremiás prófétával kapcsolatban, amikor elolvastam, meggyőződött is, hogy ezt az Úristen nekem mondatta. Itt az Úristen szólt, nem a könyv. Arról volt szó, hogy a Jóistennek is Jeremiást prófétának hívta, és utána feléjesen nézett. Várta, és elkeseredésében elment egy öreg prófétához, és elkesergett neki. És a próféta azt mondta, fiam, Ha az Úristen hívott, az Úristen majd jelentkezni fog. Ha holtok kell várni, akkor holtig várjál. Az Úristen majd akkor is jelentkezik. Egy dolgot jegyezzél meg, fiam. A Jóisten csak mi tudjuk elhagyni. A Jóisten nem hagy el senkit. A Jóisten csak mi tudjuk eladni, Isten nem hagy el senkit. Vészd be a szívedbe,
kőbe véstem. Ebből éltem. És másnap csodálkoztak rajta, hogy megváltoztam, jó kedvem volt. Lesz, ami lesz, a Jóisten velem van, csak én ne forduljak el a Jóistentől. A Jóisten nem fordul el tőlem. 2 hét múlva levelet kaptam, hogy jöjjek Pécsre. Pécsen fölvettek a szemináriumot. Eljöttem. Karcagról Pécsre. Legnagyobb lepedésemre, dehogy vettek fel a szemináriumba. És a szemináriumot is kilökték a saját épületékből, bedömöszölték őket a püspöki palotába, ott voltak egy rakáson. De még létezett a pécsi székesegyházi énekiskola, ahol a gyerekek énekelni tanultak. És annak az igazgatója, Mayer Franci bácsi mondta, fiam, menjen csak erre a gyerekek közé, vigyázzon rájuk, ott lakik maga is, és majd mint civil hallgató bejár szépen a teológiára órákat tartani, vagy hallgatni. Másnap be is mentem, Cserháti Józsi bácsi volt a prefektus, volt a vicerektor, a rektor úr, ugye nagyon kedvesen fogadtak, és maradjon csak szépen, tanuljon csak csendbe itt közöttünk. De az volt a baj, hogy azok a főtárgyak, amiket ott akkor tanítottak, azokat én a Budapesten megszereztem, és mutattam az indexet, hogy most még egyszer tanuljam. Azt mondta Cserháti, dehogy is, menjen a 3. évesek közé. És a rektor úr is mondta, fiam, majd a hiányzó anyagokat menet közben szépen megtalja, hol az egyik tantárgya, hol a másikat, amikor kész lesz vele, jön, mi soron kívül levizsgáztatjuk, arra törekedj, hogy mire pap szerintel is kerüljön a sor, minden vizsgája meg legyen. Na hát kérem szépen, karácsonyra azonban bementem, mert a gyerekek nem voltak otthon, és ott laktam én is a palotában. Nagyon jó volt együtt lenni, és kértem, hogy hadd maradhassak benne. És a Cserháti prefektusom, hogy menjen csak maga vissza, jó helyen van ott. Hát az embernek nyelni kell egy kodot, és szót kell fogadni, hát visszamentem. És ez volt a szerencsém. Mert nem a prefektus úr mondta, az Úristen súgta neki. Mert tavasszal jött az ukáz, hogy a még bent lévő volt szerzetesi növendékedet, stante pigyelesz, ki kell dobni az intézetből. Voltak pálosok, ciszterek, benzisek, ferencesek, mindet ki kellett rakni. A rektor úr az arcra borult, az asztalra is úgy sírt. Aggályos volt, és saját magát okol, de nem boldog, parancsnóra kellett kirakni. Ez rám nem vonatkozott, én nem voltam bent, én civil hallgató voltam. De nyáron felköltöztették a pécsi szemináriumot Egerbe, vagy nem Egerbe, Győrbe, meg a Szombathelyit. 3 szeminárium ült össze. Ott is majdnem 100-an voltunk. Én is velük mentem. Azzal a különbséggel, hogy akkor már fölvettek a rendes hallgatók közé. Félelmetes volt. Nem lehetett tudni, hogy mi lesz. Bementem a prefektus úrhoz, és elmondtam neki, hogy ha kiderül, hogy én ki vagyok, valakit az előjárók közül lecsuknak. Azt mondta, ez nem a maga dolga, maga csak csinálja magáit, majd mi elintézik. Majd én beszélek a Szele nagyságos úrral, az volt a másik prefektus, és megkérdezem. És ezen csak ugyan szólt neki, elmesélte később, hogy Jóska, van nekem itt egy mondani való, de nagyon kérlek, ha nem tudsz segíteni, maradjon köztünk. És elmondta nekik, meghallgatsz, hogy pssst, nekünk 2 ilyen van. De 2 premontrai kispapot rejtegettek, én voltam a 3. domonkos, és ott maradhatunk az iskola befejezéséig. Papszentelés előtti húsvétkor hazajöttünk Pécsre,
asszisztálni a húsvéti ünnepeken, és akkor az öreg virágpüspök úr behívatott bennünket, szentelendőket, hogy találkozni akar velünk. Amikor rám került a sor, rám nézett, én magát nem ismerem. 84 éves öreg bácsi volt. És akkor elmondtam neki az életemet. Cikcakjával, minden évvel együtt. És ez az öreg ember elsírta magát. Engedelmet kérek, én is öreg ember vagyok. És azt mondta, fiam, maga a gondviselés embere. Én is az voltam. Ezért arra kérem magát, hogy sokszor prédikáljon arról, hogy a Jóisten szeret bennünket. A Jóisten a tenyerén hord bennünket. A Jóisten vigyáz ránk. Soha nem felejtettem el, és a másban nem is, ebben mindig követtem. Kedvenc témám volt, nagyon nekem való téma volt, hogy erről beszéljek a híveknek, örömmel hallgatták. Végül is ő szentelt pappá 1954. június 20-án. De nem kaptunk helyezést, haza kellett jönnünk a szülőkhöz. Szeptemberben kaptuk meg, hogy ki hova menjen. Heten voltunk újmisések. Karcok is akkor kapott új káplát. Itt vártuk, hogy majd megérkezik, ismertük központi szemináriumból. És reggel jött a tanácsos úr, akkor meglátod. Fiam, te meg, téged meg Koreába helyeztek? Mondom, miért? Jött egy távirat, hogy valami Guerchuanybe kell menned. Jaj, mert ez görcsöny, ismerem az ott levő papot. Na hát, örülök neki. Hát így elmentem. És csak ugyan áldott jó lelkű plébánosom lett. Sokat tanultam tőle, mert a pap is a, nem a szemináriumban, az első főnök mellett lesz igazán pappá. Nagyon megszeretett. Én is. Ott lenni is, hívek is. Mindjárt azzal kezdte, fiam, hamarosan bérmálás lesz, kezdeni kell az előkészületet, menjen el Ócsárdron. Ó, merre van? Ezen a fődúton menjen át az erdőn, és ott megtalálja azt a falut. Hát 6 kilométerre volt, hogy gyalog neki vártam. Szeptemberi, nyári, nem senki, teremtett lélek nem volt a faluban. Hát mit csináljak? Fölmentem a kápolna tornyába, mert nyitva volt, és nekiálltam harangozni, de majd csak jön valaki. Látom a toronyablakból, hogy rohannak az emberek lapáttal, villával, hol a tűz, hol a tűz? Jézus Máriám, lementem, mert látni, maga én harangozom. Mit akar? Hát a gyerekeket akarom összeszedni, hát bírmálásokat. Hát azt hittük, hogy tűz van, ne csináljon ilyet máskor, hát ne is legyen tűz máskor sem. Ez volt az első káplád élményem. Azt szeretném tőled kérdezni, Pali bácsi, hogy megragadott ez a mondat, hogy igazából úgy pappa az első főnöke mellett válik az ember, hogy az első főnököttől mit tanultál? Elsősorban jámborságot, imádságos lelkű ember volt. Gyakorlatiasságot. Én nagyon rendben volt a plébániája, templomom, mindenem. Ügyesen gyűjtögette a pénzét. Elárulta nekem, fiam, amikor én meghirdetek, hogy valami, hogy emberek bajba van a tetőn, az egyik gerenda elkorhat, ki kéne cserélni, hát most tessék zsebben nyúlni, akkor a szükséges pénz nekem már a zsebemben van. Csak ezt nem mondtam meg nekik. Csak hagyják szépen, az majd jó lesz a következőt. És szépen így őrizgette és gyűjtögette a pénzét. Hát ez megmaradt bennem, én is így csináltam.
Amikor hozzáfogtam valamihez, hogy nagyjából nekem is már megvolt rá a pénzem. Aztán elkerültem tőle egy olasz nevű faluban, egy öreg 80 éves bácsihoz, nagyon aranyos volt. A házvezetőnő mindent az asztalra rakott, amit ebédre kézett, míg a bemutatkozásra mentem. Az esperes úr, kollégor, tessék szedni, kollégor. Hát a kollégor szeret magának, ő is. Tessék, hát nem kérek többet. Akkor ne várjam el, tessék szedni. És ő addig ette a levest, míg volt a tálba. Én már a süteménynél tartottam, amikor ő hozzáfogott a sült húsot, azt is megette végig minden, a süteményt is. Én csak néztem. Aztán megismertem, hogy ősszel fehér dér borította az udvart. Az esperes úrnak csak egy levágott szárú gumicsizma volt a lábbeléje, zokni nélkül. Egy hótrosz nadrág rajta végig szakadva a szára. Térdig felkötött reverendet kötéllel. Így ült az aludó a második lépcsőn, a negyediken könyökölt, és két saláta imakönyvből imádkozott. Esperes úr, megfagy! Kollégor, én nem tudom, hogy mi az. Én nem érzek ideget. Én nem tudom, hogy a szobájában kája se volt. Sose fűtött. Végül megkérdeztem, mi lehetett az oka. Hát ő azt mondja, az, hogy mohácsi gyerek volt, kora tavasztól későség a Dunába ültem mindig. Lehet, hogy a hideg vízhez hozzászokott, de ő nem fázott soha. Viszont igyekedett azért az anyagot betermelni, amit ő mégiscsak egy kis meleget szerzett magának. De egyébként áldott jó ember volt. Következő helyem kárász lett. Oda átmenőleg tettek, mert beteg volt a plébános kórházba készült. Hány éves pap voltál akkor, amikor oda kerültél? A negyedik évenben voltam még, igen. És aztán borzasztó kellemetlen volt, ilyen központiba kezdtem, és ezért a katonaiság, az ötödik kerületi, mihez valamihez tartoztam, onnan küldték mindig a felszólítást, hogy mennyi mentességi adóval tartozom. Mikor odaértünk, már 5000 forint volt, hát a szüleimnek égnek át a hajaszál, amikor megkapták a levelet, és ilyetten küldték nekem, mert honnan szerezek 5000 forintot. Aztán ebéd után át szoktunk menni a szomszédba kávéra, mindig állandóan meg voltunk hívva egy kávéra, hát az Erzsó volt ott, egy fiatal asszony az anyjával élt. Elmeséltek, milyen nagy bajban vagyok. Mutassa már azt a levelet. Megmutattam. Hát ez egy hajdan volt, udvarlóm írta ezt alá. Adja csak ide, majd én elintézem. Postafordultába jött a levél, hogy mindenféle hadmentességi adója törlesztve vagy törölve van. Bárki zaklatná, hivatkozzék a nevemre, aláírvás, pecsét, stb. Ezért kellett nekem kárászra menni. Kedves nézőink, mára megköszönöm a Karcag Televízió stábja nevében megtisztelő figyelmüket, továbbra is várjuk észrevételeiket, javaslataikat műsorainkkal kapcsolatban. Maradjanak velünk, mert egy rövid reklám után folytatódik adásunk. Kellemes nyarat kívánunk mindenkinek!